Az az első két jelenlét a labor, vagy onnan van, amikor bent voltunk? Hát még a harmadik is egyszer. Itt az első Mert nincsen, itt írtuk alá a munkavédelmi papírokat, ez papíron van meg, azért nincsen ki beírva, és azt hiszem, hogy még a februári, és a március 5-eit is még élőbe tartottuk. Még lehet a március, nem tudom, 12-t, azt már lehet, hogy online végeztük. csak Ha azért, mert nem... nekem azon arra a másodikra nem hiányoztam, én ott voltam bent a laborban. Ki voltál, te ki vagy? Kisgál Dávid. Kisgál Dávid, tessék. Köszönöm. Tanár úr, megkérdezhetem, mit jelent az a J plusz 1 per 2? Hogy az egy fél házi. Ja, rendben. Fele jó, fele nem jó. Fele kap Rendben. valami levelet ezzel kapcsolatban. Igen. Na, ha kiavítod, akkor majd egész házi lesz. Jó, rendben, köszönöm. Nézegettem a feladatokat, négy, háromnegyed házi van. Itt helyesek a házik. Automatikánál is nézegettem. Szép lassan utolérem magam, és akkor a mehásoknak néztem meg. Jó, ezt az elektronika labor honlapján nézhetitek ezt a jelenlétet, és akkor általában írok, tehát akinek valami gond van a házival, annak írok levelet. Az elektronika labor honlapján a diák kuckóba itt van igaz ez a jelenléti lista. De mi most ide a labor gyakorlatokhoz megyünk, és soron következő, melyik az MUX-okat csináltuk. Ez az órajel generálás, számlálók, frekvenciaosztók, hétszegmenses dekódoló. Ez lenne a mai óránknak a témája. Azt kell tudni, hogy idáig mind olyan áramköröket terveztünk, ahol nem volt órajel. Igaz, mind kombinációs logikai áramkörök voltak. Multiplexerek, demultiplexerek, aritmetikai áramköröknél nem kellett órajelet használni, viszont eljött az ideje, hogy kezdünk szekvenciális logikai áramköröket tervezni. Igaz, az előadáson is a tegnap elkezdtük már a véges állapotú szekvenciális automatákat, és ezekhez mindegyikhez kell órajel. Ez lesz az első feladat, amit a mai laboron megoldunk, hogy felhasználjuk ezt a Xilinx FPGA lapot. Ezen van egy kicsi áramkör, egy programozható oszcillátor, ami órajelt biztosít. És ennek az órajelnek a segítségével előállítunk egy másik órajelet, amit használni fogunk a laborba. Az alap órajel 100 MHz frekvenciájú, és hogyha mi szemmel akarjuk követni az áramköreinket, hogy működnek, akkor ez nem alkalmas rá, a szemünk nem tudja követni ilyen nagy frekvencián, ezért egy olyan programozható oszcillátort kell tervezünk egy VHDL modul segítségével, amelyik 1 Hz frekvenciájú jelet fog nekünk előállítani. Úgy fogjuk a feladatot megoldani, hogy a 100 MHz-es vagy az FPGA lapon levő órajelet le fogjuk osztani, meglátjátok, hogy nem éppen 100 MHz-es ez, le fogjuk osztani 1 Hz frekvenciára. Utána második feladat, hogy építsünk egy 4 bites bináris számlálót. A harmadik lépésben tervezünk egy 7-szegmenses dekódoló modult. Akkor a ti feladatotok lesz, hogy ezt a három modult schematic editor segítségével összekössétek, utána pedig ezt az áramkört valósítsátok meg VHDL nyelvben, strukturális leírás móddal is. Na most, amit tudni kell, hogy ezen a Digiland Basis 2-s lapon van egy programozható oszcillátor, amelyiknek tényleg 100 MHz az alapfrekvenciája, viszont ez háromféleképpen állna a rendelkezésünkre, hogyha ide be lenne építve egy jumper. Éppen csak meg kell várni, hogy a házi feladatokat küldje ki a tanító bács, mert egy valamit nem értek a románnál, hogy le kell valamit másolni, csak nem tudom. Jó, jövök, majd segítek én, jó?
Nem, de Szökjed mikor... ki a románc, csinálja Nem, de valami akkor mását. a magyarral már mintha megvagyok, sem a tekkel is. Az angol? Az a még nem. Adtam egy laput, azt old meg az angolt akkor, jó? Jó. Na, szia. Akkor, amikor kiteszi a Facebookra... Sajnos ilyen ez a home office, látjátok, hogy a fiam is végzi a házi feladatait. Közben zavar. Tehát visszatérünk ide. Az EPGA lapon nincsen beültetve egy ilyen tüskesor. Látta, nem tudom, ha látszik, három üres lyuk van. A három lyukon rendelkezésünkre állna ez a 100 MHz-es órajel, leosztva 2-vel 50 MHz frekvencián, és leosztva 4-jel 25 MHz-es frekvenciával. Mivel nincs beültetve ez a tüskesor, az ilyen jumpernek, mint ez a kék, ilyennek a segítségével lehetne kiválasztani, hogy melyik órajelet szeretnénk használni. Így nem tudunk válogatni, csak az 50 MHz frekvenciájú órajelhez férünk hozzá direkt módon, és akkor ebből az 50 MHz-es órajelből fogjuk előállítani a mi 1 Hz-es órajelünket. Most, hogyha megvizsgáljuk a UCF állományát ennek az FPGA lapnak, akkor már az első sorban igaz az látszik itt, hogy a clock pin for basis 2 board net MCLK, ez az MCLK, ez master clocknak a rövidítése, a B8-as portra van kötve, tehát ez az, amihez direkt hozzáférésünk van, és ezt a B8-as portot fogjuk felhasználni, ez lesz a mi alap órajelünk, innen kiindulva ezt az 50 MHz-es jelet kell leosszuk úgy, hogy legyen belőle egy 1 Hz-es órajel. Most az 50 MHz az mennyi hertzben átszámolva? Nem akarja senki megmondani? Nulla egész nulla öt. Hogy legyen 0,05? Hogy vannak a hercnek a többszörösei? Harangus azt mondta, hogy 50 ezer herc. Nincsen igazad, neked se, Dániel. 50 × 10^6. 50 × 10^6. Na, így már más. Igaz, mert a hercek után következnek kilohercek, 1 kHz az 1000 Hz, a kilohercek után jönnek a megahercek, 1 MHz az 1 millió Hz, 13-on a váltószám közöttük, akkor 50 MHz az 50 millió Hz. Na most, ha 50 millió Hz, akkor ezt le kellene osztani 50 millióval, akkor kapnánk 1 Hz frekvenciájú jelet. Nézzétek meg egy picit, a táblára rajzoltam ide valami segéd anyagokat. És pedig len ez volna ez a MasterClock jelünk, MCLK, ez a nagyfrekvenciás órajel. Ahhoz, hogy elteljen 10, hogy elteljen itt, hogy megszámoljunk 50 millió ilyen felfutó élet, a MasterClock jelen, pont egy szekundumot mérnénk ki ezzel. Igaz, mert egy szekundum alatt ebből az 50 millió hertzből pont 50 millió ilyen impulzus jelenik meg. És a mi órajelünk az úgy kellene kinézzen, hogy az egy szekundumnak a felét, 0,5 szekundumot kellene nullásba álljon a órajelünk, és még egy fél szekundumot, 0,5 szekundumot kellene egyesbe legyen, így jön neki a teljes periódus, fél szekundum meg fél szekundum az egy szekundum. Azt jelenti, hogy mi ennek a bemeneti órajelnek, a MasterClocknak 25 millió, 25-10^6 impulzusát kellene megszámoljuk, amíg egy ilyen számlálóval
egyenként számolunk 0-tól indítva 1, 2, 3, 4, egész 25 millióig. Addig, ha az órajelünk 0-os értéket vesz fel, mikor elértük a 25 milliót, akkor újra kezdjük a számlálást, ismét számolunk 25 millió impulzust ezen a MasterClock-on, és megtagadjuk igaz a számlálás újrakezdéskor a az órajel vittünket, ha 0-os volt 1-es lesz, utána, amikor megint elérjük a 25 milliót, ismét megtagadjuk, és 0-os lesz. Tehát valójában ez a mi frekvencia osztónk nem más, mint egy olyan számláló, ami 25 millióig számol, és minden számlálási ciklus után visszatér, igaz, és megtagadja saját magát, 0-osból 1-es, 1-esből 0-os jön létre. Na most az órajel modulunk az úgy fog kinézni, itt van felrajzolva, hogy van egy bemenetünk, clock innek neveztem, CLK, alulvonás innek, ezen megkapja a bemeneti master clock jelet, az 50 MHz-es jelet. Van egy kimenete, amit clock out-tal neveztem el, CLK, alulvonás out. És ez lesz az 1 Hz-es órajelünk. És van még egy bemenete, amit resetnek neveztem el. Ez a reset egy ilyen engedélyező szerepet tölt be. Ha a reset 0-os, akkor eltüntetem a kimeneti órajelet, tehát nem engedélyezem, hogy a kimeneten az órajel impulzusok megjelenjenek. Ha a reset 1-es, akkor engedélyezem a kimenetet. Idáig követhető volt a magyarázat. Tehát egy ilyen órajel modult fog kellni készítsünk, aminek három portja van, két bemenet és egy kimenet. Találkozunk egy új függvénnyel, ezzel a Rising Edge függvénnyel. Ennek a segítségével tudjuk detektálni a felfutó éleket. Tehát minden ilyen felfutó élen ez a Rising Edge függvény egyest fog visszatéríteni. És kell egy olyan számláló, amivel 25 millióig tudunk számolni. Igaz, hogy ezeket a felfutó éleket számoljuk. 25 millió után újra kezdjük a számlálást, és egy kimeneti bittet, egy kimeneti órajelet megtagadunk. Na most, ha visszatérünk a dokumentációba, én átszámoltam itt, hogy ez a 25 millió hogy néz ki binárisan. Az lehet használni ezt a számológépet, amelyiknek a programozó nézetében beírom ezt a 25 milliót, és már is megmondja, hogy bináris formában hogy néz ki. Megszámolom, igaz, itt összesen 6x4, 24 plusz 1, 25 bitre van szükségem, hogy ábrázolni tudjam. Tehát az a segédváltozó, amiben a felfutó éleket fogom számigálni, minden ilyen felfutó élnél egyel megnövelem ezt a számlálót, ez 25 bittes kell legyen. Úgy is ki lehetett volna számolni, hogyha azt mondom, hogy 2 a 25. hatványon az mennyi, 33.554.432, tehát valójában 0-tól 2 a 25-en mínusz 1-ig tudok elszámolni 25 bitten, és ez a 33 millió, ez nagyobb, mint a 25 millió, tehát bőven belefér egy 25 bittes bináris számba a számlálónk. Na most a két segédváltozó az valahogy így fog kinézni. Ez lesz az entitás része az áramkörünknek. Igaz, a reset bemenettel, a clock-innel, meg a clock-out-tal, és a két segédváltozó, az egyik egy 25 bites bináris tömb, unsigned típusú, és a másik, ez a clock bit, ez egy belső változó, amit azért használok, mert ha visszatérünk a BADL modulra, egy adott pillanatban, igaz, amikor itt a számlálással eljutok 25 millióig,
akkor meg kell tagadjam kimenetet. Tehát a kimeneti értéket vissza kellene olvassam a modulumnak a belsejébe, és meg kellene tagadjam őt. Ezt itt pirossal áthúztam, mert ilyet nem lehet csinálni. Tehát egy out típusú változót nem lehet visszaolvasni a modul belsejébe. Tehát értéket lehet adni neki, viszont nem tudjuk lekérni, hogy egy adott pillanatban mennyi az értéke. Ezért úgy fogok eljárni, hogy lesz egy segédváltozó, ez lesz ez a CLK alulvonás bit, ebbe előállítom az órajel modulon belsejében az órajel értékét, és ezt küldöm ki a kimenetre, és akkor semmi probléma nincsen azzal, hogy egy ilyen belső változónak azt mondjam, hogy club bit egyenlő nagy, not club bit, tehát hogy megtagadjam saját magát. Erre használom a második segédváltozót. Na most, ha ezt követjük, akkor itt megmutatom, hogy én hogy valósítottam meg ezt a VHDL nyelvben. Létre kell hozzatok egy projektet. A projekt beállításai után new source-szal végre létre kell hozzatok egy VHDL modult. Én azt a nevet adtam neki, hogy órajel. Jó, és amikor megvan ez a VHDL modul, én most nem hozom létre, mert nekem ez már megvan, akkor a táblázatban meg kell adjátok a bemeneti és kimeneti portokat, tehát ezt a resetet, a clock in és a clock out bemeneteket. Illetve miután generálta a Syllinx az órajel modult, akkor definiáljuk ezt a CLK-CNT clock count nevű változót, amivel számolni fogjuk az órajelnek a felfutó éleit, és ezt a signal clock bittet, ami csak egy bittes változó, ez fogja tartalmazni a kimeneti órajelünknek az értékét, és ezt fogjuk kiküldeni majd a kimenetre, tehát erre a CLK out-ra. Eddig érthető? Igen. Kérdések, ha vannak? Hogyha nem, akkor lépünk. Melyiket hozzuk most tovább létre? Tehát az órajel modult kell létrehozzátok. Igaz, itt van az entitás része. Ezeket a portokat kell beadjátok, tehát három portot. És akkor tovább lépünk, és elmagyarázom az architektúrát, jó? Szóljatok, mikor mehetünk tovább. Amiután generálva van ez az entitás rész, arra kell ügyeljünk, igaz, hogy mivel ez a 25 bites számláló, ez egy ilyen unsigned típusú változó, és használni fogjuk majd egy adott pillanatban ezt a clock count egyenlő clock count plusz egyet, tehát ilyen aritmetikai műveletet kell elvégezzünk, akkor hozzá kell adjuk itt a függvénykönyvtárakhoz, a library-hez, az IEEE.std alulvonás, logic alulvonás unsigned.org könyvtárat, és az aritmetikai könyvtárat, tehát IEEE.std alulvonás, logic alulvonás arit.org. Sikerült létrehozni mindenkinek? Igen. Igen. Oké, akkor megyünk tovább. Tehát megvan igaz az entitás részünk, deklaráltuk a két segédváltozót, és akkor azt kell észrevegyétek, igaz, hogy használunk egy if utasítást, igaz, és egy rising edge nevű függvényt.
Most először erre az if utasításra akarnák egy picit kitérni. If-et használtatok programozás laborokon, C-ben vagy Java-ban is igaz. Itt most kivetítettem a szintaxisát az if utasításnak VHDL nyelvben is. Ez az első, az egyszerű verziója, a második a két egybeágyazott if-nek a szintaxisa. A kulcsszavak az if és a then, illetve az else. Most az if utasítás egy feltételt tartalmaz, feltételt zárójelek között szokták megadni, és ez a feltétel kiértékelésre kerül. Amennyiben ez a feltétel igaz, akkor a then ágon levő utasítások hajtódnak végre. Az én esetemben az utasítás 1, utasítás 2. A then ágon lehet több utasítás pontos veszővel elválasztva egymástól. Hogyha a feltétel nem teljesül, abban az esetben az else utasítások, vagy az else ágon levő utasítások hajtódnak végre. Itt az én esetemben ez az utasítás 3, utasítás 4. Ugyanúgy, mint a then ágon, az else ágon is pontos veszőkkel elválasztva egymás után több utasítás következhet. És akkor az if-nek van egy záró tagja, az end if, az pontos veszőt kell tenni a végére. Minden if-nek kell legyen egy end if bezáró tagja. Így néz ki egyszerű formában a if utasítás VHDL nyelvben. Most van olyan lehetőség, hogy egybeágyazunk két if utasítást, ezt a második példa szemlélteti. Következőképpen néz ez ki. Van egy if feltétele 1. Ha az első feltétel igaz, akkor a then ágon az utasítás 1, utasítás 2 pont-pont-pont végrehajtódik. Hogyha az else ágon igaz, ez így lenne, hogy else, és következne egy if, akkor a VHDL nyelvben ezek összenőnek, és else if lesz belőlük, tehát így alakult ki ez a piros else if. Tehát az else ágon következik egy újabb if egy újabb feltétellel. Az else if-nek a feltétele most már kettes feltétel. Ez is kiértékelésre kerül, ha igaz a feltétel 2, akkor a then ágon a 3-as, 4-es utasítás hajtódik végre, hogyha nem, akkor az else ágon az 5-ös, 6-os utasítás hajtódik végre. Az érdekes az, hogy csak a kezdő if-et kell bezárni end if-fel, az else if-nek nincsen bezáró tagja. Tehát amikor egybeágyazunk két if-et úgy, hogy az egyik if-nek az else ágán egy újabb if következik, akkor csak az eredeti if-et kell bezárni, az else if-et nem szükséges bezárni. Azért adtam meg mind a kétféle formát, mert itt a példaprogramban mind a kétféle szintaxist használjuk. Mivel az if is egy olyan utasítás, mint a case igaz, hogy elágazást eredményezhet a programba, és két külön áramkört kell létrehozni az if-nek a then és az else ágán, ezért kötelező módon, ugyanúgy, mint a case utasítást, az if-eket is processbe kell definiálni. A processzünknek az érzékenységi listájába betettem a clock kint, illetve a resetet, igaz, a két bemenetét a modulunknak. Processnek van egy beginje, és van egy end process záró tagja. És akkor a belsejében ilyen if utasításokat használok, hogy megvizsgáljam a bemeneteket. Az első vizsgálódás, igaz, az első if az az, hogy reset egyenlő zéró. Tehát megvizsgálom, hogy a reset bemenetem engedi, hogy aktívan működjön az órajelgenerátorom, vagy nem engedi, hogy aktívan működjön az órajelgenerátor. Amennyiben a reset 0 igaz, akkor lenullázom ezt a számlálót, ezt a clock countot. Ez egy 25 bites tömb, igaz, ide 25 darab zérost tettem idézőjelek közé, azért, hogy a tömb minden elemét töltsen fel nullásokkal. És ugyanakkor, hogyha ez a reset 0, akkor elvégzem a clock bitnek is a nullázását, ez csak egy bit, igaz, és ez apostrofok között
rendelem hozzá az írust. Tehát a denágon lenullázom a countert, és lenullázom a kimenetet, mert a reset zero-ra inaktívvá teszem az urajegenerálló modulomat. Ha a reset nem zérós, igaz, akkor kerülök ide az elszágra, és az elszágon egy újabb if következik. Else if rising edge clocking. Ez az a rising edge függvény, aminek az argumentuma, igaz, itt zárójelbe a clocking. A rising edge akkor térít vissza egyet, hogyha felfutó élet detektál az argumentumának átadott jelen. A mi esetünkben igaz a clockinen, ezen a clockinen, amire a master clockot fogjuk majd kötni. Ha felfutó élet detektálunk ezen a master clockon, akkor egy újabb if következik a denágon. Megvizsgálom, hogy ez a számlálom elért 25 millióig. Mert ha igen, akkor újra kell kezdjem a számlálási ciklust, akkor a countert ismét le kell nullázzam, és a clock bit az a clock bitet azt meg kell tagadjam. Tehát clock bithez hozzárendelem a not clock bitet. Amennyiben nem értem el a 25 milliót, tehát if clock count még nem egyenlő 25 millióval, akkor itt az elszágra ugrok, az elszágon a countert egyel növelem. Tehát amíg nem vagyok 25 milliónál, akkor még számolom tovább az impulzusokat, az órajel impulzusokat, és clock counthoz hozzárendelem a clock count plusz egyet, tehát inkrementálom egyel a countert. Utána következik igaz ennek az if-nek a bezáró tagja, az endif, és kell még az első ifnek is egy bezáró tag, még egy endif. Az else ifnek nem szükséges, a processnek pár volt beginje, itt van az endje, és akkor a process végén, a process után még annyit csinálok, hogy a clock bitet, ezt a belső változót, kiküldöm a clock out kimenetre, tehát a clock outhoz hozzárendelem a clock bitet. Körülbelül ez volna az órajel generátor modulom. Ezzel kapcsolatosan vannak-e kérdések? Érthető a működése? Igen, érthető. Oké, akkor ha ez megvan igaz, akkor az első dolog az lenne, hogy top modult csináljunk ebből az órajelből, és próbáljuk meg a szintézist lefuttatni. Ez kellene működjön, mert több csoporttal kipróbáltam már, ha csak nem matadtam itt valamit véletlenül a magyarázat közben nem töröltem ki, akkor kellene működjön, oké. És miután a szintézis megvan, akkor user constraints, create timing constraints-el meg lehet adni a felhasználói megkötéseket. Én ezt már megtettem. Igaz, és itt az órajel UCF-be a clock in bemenetre master clockot kötök, tehát az 50 MHz-es órajelt rakom az órajel modulon bemenetére. A clock out-ot rákötöm egy ledre, a led 7-re ebben az esetben, és a resetet a switch 7-re, tehát a 7-es kapcsolóra, illetve a 7-es ledre kötöttem a 7-es kapcsolóra a resetet, és a 7-es ledre a kimenetet. És amíg ti befejezitek ezt a modult, én addig generálok egy programozó állományt, és feltűltöm az FPGA lapra, hogy mutassam meg, hogy hogyan működik. Hadd lássuk, lefuttam-e a Generate Programming File. Egyből Configure Target Device-ot adtam, hogy induljon el a Syrinx Impact komponens. Annak érdekében, hogy feltölthessük az FPGA lapra az áramközt.
Most indul az impact. Boundary scan. Initialize chain. Közben hozzákötöttem, itt van az FPGA lap. Hozzá van kötve a számítógéphez. És meg kell keressem, hol van itt a digitális elektronika, órajel és órajel bit. Flash memóriában nem teszünk semmit. És program. Program succeeded, fel van töltve. Na most elővettem az FPG állapot valahogy, ha lássuk, hozzam ide közelebb a kamerához. LED, hol van a 7-es? Hát ez lesz a 7-es kapcsoló, és itt fent ez lesz a 7-es LED fölötte. Na most amíg a kapcsoló zéróson van, addig a LED-en nem látszik semmi. Ha felkapcsolom a kapcsolót, mennyire látszik, hogy világít a LED? Látszik jól. Besüt pont a nap, álltok meg így. Itt az ablakomon. Kicsit elsötétítem, csak akkor most már tényleg jól látszik, igaz? Hát egy herces órajelünk van, egy szekundumonként villog a LED, egy fél szekundumot villog, világít, igaz, egy fél szekundumot kialszik, a zöld LED-et kell nézzétek, a piros LED az a táp. Jó. Kérdések ezzel az órajel modullal kapcsolatosan vannak? Nekem nem működik a synthesize valamiért. Nem működik a synthesize? Oszd meg a képernyődet, hogy lássuk, hanem mi a hiba. Ki vagy te? Horváth Levente. Horváth Levente. Na, hallásuk Levente. A képernyődet hozd meg. Nem látszik? Nem. Akkor lehet ugyanaz a hiba, mint tegnap. Valami nem működik. Kétszer vagy itt bejelentkezve, tehát megjelensz kétszer, mint Horváth Levente, de egyiken sem látom a képernyődet. Tehát itt alul a jobb alsó sarokban rá kell kattintani. Tudom, hogy működik, csak a present nálad. Ad egy hibát. Tegnap is ez volt, nem tudom, hogy miért. El tud olvasni a hibát? Csak annyit ír, hogy process synthesize failed, és van ilyen, hogy number of errors 6 ott annál. Most akkor menj le az errorokba. Tehát itt az error ablakba. Ott meg kell jelenjenek az errorok, és olvasd el az első talán, mit mond. Egy pillanat. Azt írta, hogy undefined symbol unsigned. Ott a signalnál, amikor írtuk, hogy signal. Jó, hát akkor az akkor neked egyszerű, mert az órajel modulban, nézd meg, ezt a két sort kell betegyed, elfelejtetted berakni a az unsigned és az aritmetikai library-ket. Jaj, értem. Jó, ezt a kettőt bemásolod, lemented, és akkor próbáld újra szintetizálni rerunnal. Ha nem megy a run, akkor jobb pick és rerunol. Jó, rendben. Jó, többieknek megvan? Igen. Igen. Jó, akkor még picit várunk, hogy Leventének is működjön, és akkor utána áttérünk a második feladatra. Hát valójában itt most megvagyunk az órajel modullal, kellene jöjjön a 4 bites számláló. Na, Levente, működik? Még van egy error, amikor van az end behavior, annál ad egyet. És olvasd el, hogy mi a syntax error.
Hát az syntax error az valami pontos vesző szokott lenni. Nézd meg, az előző sorba tettél pontos vesztőt a sor végére? Hát... Egy pillanat... De ott nem volt egy end processem. Tehát a processnek van beginnyes, kell egy end process. Írd azt is be, akkor reméljük, hogy fog működni. Jó, most megy, köszönöm. Oké, szívesen. Na jó, akkor feladatot. Van órajelünk, akkor megépíthetjük a számláló áramkörünket. Egy 4 bites bináris számlálót szeretnénk megvalósítani. Na most ez a 4 bites számláló, ez itt volna, de mielőtt elkezdjük, itt van még egy kis magyarázat, igaz? Egy 4 bites számláló így kellene működjön, hogy az itt megadott szekvenciába 0000-tól kezd számolni binárisan 1-es, 2-es, 3-as, stb. Egészen 1-1-1-ig, ami 15. Amikor eléri ezt az 1-1-1-et, tehát mindegyik bitje 1-es lesz, akkor amíg egyet hozzáadunk, akkor lenullázódik, és visszatér az eredeti állapotába a zéróba, és akkor számol így körkörösen folyamatosan 0-tól 15-ig, minden órajel impulzusra. Általában ezek a számlálók az integrált formában JK mesterszolgatárolókkal szoktak, JK-tárolókkal szokták megépíteni, és ilyen lefutó élekre aktívak. Most ezt a 4 bittet egyszerűség kedvéért egy ilyen 4 elemű tömbbe, egy temp nevű tömbbe fogjuk tárolni. Helyértéknek megfelelően, tehát a tempnek az zérós elemében tesszük a Q0-t, az a legkisebb helyérték. A tempnek az első elemébe tesszük a Q1-et, a tempnek a második elemébe a Q2-t, és a harmadikba a Q3-at. Azért, mert így könnyebben lehet használni majd, mikor például kell inkrementálni, akkor annyit mondunk csak, hogy temp egyenlő temp plusz 1. És majd a program végén igaz ennek a tempnek az értékét kiküldjük a megfelelő kimenetekre. Tehát ebből az látszik, hogy lesz egy órajel bemenetünk. Az órajel bemenet mellett még fogunk használni egy clear bemenetet, hogy bármikor le tudjuk állítani a számlálónkat. Lesz Q3, Q2, Q1 és Q0 kimenetük, és lesz majd egy temp segédváltozónk. Na, lássuk, hogy néz ki ez a számláló. Ti megint létre kell hozzatok jobb klik, new source, VHDL modult, ugyanebben a projektben. Én azt a nevet adtam, hogy számláló a modulomnak, és a be- és kimeneti portok azok itt láthatóak. Hát az első bemenet az egy clock bemenet, ez lesz az órajel, ami vezérli a lépkedést. Egy másik bemenet a clear bemenet. Ennek a segítségével, ha ezt egy kapcsolóra kötöm, akkor bármikor le tudom nullázni, le tudom törölni a számlálómat. És a kimenetek, azok a Q0, Q1, Q2 és Q3, tehát 4 bit. Megjegyzésként ide beírtam, igaz, hogy Q0 az az LSB, a Q3 az MSB, tehát hogy a helyértékek szempontjából a Q3-as a legnagyobb, és a Q0-os a legkisebb. Hogyha ezeket ti definiáljátok, akkor generál nektek a Syrinx egy az enyémhez hasonló programot, aminek az entitás része az megvan, akkor az architektúráját kell mi megírjuk. Az architektúrába, az még a begin elé deklarálom ezt a szignál TMP, ezt a temporális változót, ezt a segédváltozót. Ez egy STD logic vektor, tehát egy ilyen 4 elemű tömb, 3 down to 0.
ebbe fogom előállítani, igaz, a Q0, Q1, Q2 és Q3-nak megfelelő értékeket, és ezeket fogom majd kiküldeni a kimenetre. Itt is van egy ilyen if utasítás, igaz, mert meg kell vizsgáljam, hogy ez a clear nullás-e vagy egyes. Tehát az egész projektet egy processbe kell tegyem. A processnek az érzékenységi listája tartalmazza a clock meg a clear bemeneteket. Ha a clear egyes, akkor lenullázom ezt a tempet, tehát azt jelenti, hogy aktív a clear, és kitörlöm az összes bittet, mindegyiket zéróra állítom. Ha nem, akkor itt az else ágon megvizsgálom, most már nem a rising edge-et használom, igaz, mert lefutó élet akarok érzékelni. Egy új függvény, ez az event függvény. A clock az nem más, mint az órajelem. Clock apostrof event detektál minden órajel eseményt, legyen az felfutó, vagy legyen az lefutó él. És ide még egy ést tettem, hogy valamilyen clock eseményt akarok detektálni, és a clock az legyen egyes. Na most, ha a clockom egyes, és valami esemény van, az csak lefele futó él lehet. Ha ilyen lefele futó, lefutó élet detektálok, akkor annyit kell csináljak, hogy ezt a temp változót egyen megnövelem. Akkor minden élre, minden taktusra egyet fog lépni, egyet inkrementálódik a tempnek a tartalma. Az if-et be kell zárni, a processnek a beginjét be kell zárni, és a végén a tempnek a megfelelő értékét kiküldöm a Q kimenetekre, temp 0-t a Q0-ra, temp 1-et a Q1-re, temp 2-t a Q2-re, és temp 3-at a Q3-asra. Tehát ez volna a számláló modulunk. Azt mondom, hogy legyen ő most a top modul, és futtatom a szintézist, szóljatok ti is, mikor megvagytok. Ezt a modult nem fogjuk feltölteni az FPG alapra, hanem egy ilyen VHDL testbench állományt fogunk létrehozni, és leszimuláljuk a működését, úgyhogy mindenki a saját gépén le tudja tesztelni, hogy hogyan működik a számláló áramkör. Jelezzetek vissza, hogyha lefutott a szintézis, hogyha valami hiba van, akkor kérdezzetek, vagy osszátok meg a képernyőt, hogy segítsek. És akkor, ha megvan a számláló, tovább lépünk, és létrehozzuk a VADL testbench-et, hogy szimuláljuk le a működését. Nálam lenne egy hiba, és az, hogy nem ismeri fel a clockot. Na. Van ilyen bemeneted, hogy clock? Kéne legyen. Jaj, igen, rossz, mindegy, rosszul írtam én, mert elírtam. Na, javíts ki akkor. Nem, bocsánat. Semmi gond. Nálam van egy olyan hiba, hogy ahol van az, hogy a tempnek, a tempet növeljük egyel, ott a pluszot nem ismeri fel. Azt mondja, hogy plus cannot have such operands in this context. Erre az orvoslás, ez az IEEE STD Logic Unsigned.org, tehát ahhoz, hogy ilyen összeadásokat tudjunk végezni, kell ez az unsigned és az aritmetikai library. Oké, tehát ugyanúgy, ahogy az órajelnél is használtuk ezeket a library-ket, ezeket kell használjuk a számláló modulba is. Jó, másképp nem értelmezett az összeadása az STD Logicon. Igen, így lefut. Köszönöm. Szívesen. Más hiba valakinél még van? Jó, van valaki lemaradva?
hogyha nincs, akkor a számláló szkematiknál, bocsánat, a számlálónál, igaz, azt mondtuk, hogy szimulációt fogunk végezni. Tehát a számláló áramkörünket egy VHDL testbench állománnyal fogjuk elvégezni. Akkor ennek érdekében hozzatok létre egy új forráskódot, new source VHDL testbench. Én azt a nevet adtam a testbenchnek, hogy számláló teszt. Egy ti, mikor ezt létrehozzátok, akkor meg kell adjátok, hogy a számláló modult szeretnétek tesztelni, és itt a simulation nézetbe egy ilyen számláló teszt VHDL modul fog megjelenni, ezt fogja generálni a Silinx. Ha visszaemlékeztek, amikor a fél összeadókat, teljes összeadókat tesztelgettük, akkor még csináltunk ilyen szimulációs állományt, és azzal kezdtük, hogy a minden, ami klak volt, azt kitöröltük. Na most itt nem kell kitörölni, mert ez az első áramkör, aminek van órajele, tehát ennek szükséges az órajel, úgyhogy a teljes szimulációs áramkört, a teljes VHDL testbenchet használjuk. Két aprósággal, és pedig len az egyik az lesz, hogy az órajelet 50 nanoszekundum periódusra állítjuk. Ezt azért csináltam így, hogy egy kicsit jobban látszódjanak a szimulációs eredmények. Az alapértelmezetten 10 nanoszekundum, én egy kicsit meghosszabbítottam. Tehát ahol megkapjátok itt a clock period definitions, konstant clock period egyenlő 50 nanoszekundum, nálatok 10, ezt tegyétek át 50-re. Utána a második dolog az az, hogy valami értékeket kell adni a clear-nek, igaz? Hogy próbáljuk ki, hogy működik-e a reset és működik-e a számlálás. Itt ahol van ez az insert stimulus here, a vége fele a szimulációnak. Igaz, kikommenteltem egyszer ezt a wait for clock period szer 10-et, ez várna 50-szer 10 nanoszekundumot, ami 500 nanoszekundum, ez fölösleges, nincs mi várjon 500 nanoszekundumot. Beállítom a clear-t 1-esre, az engedélyezem a törlést 100 nanoszekundumig, és utána engedélyezem a számlálást. A clear-t visszaállítom 0-osba, és akkor el kellene induljon a számláló. És hogy lássam a teljes számlálási ciklust, igaz, 0, 1, 2, egészen 15-ig, mindegyik 50 nanoszekundum plusz ez a reset periódus itten az elején, meghosszabbítom itt a Simulate Behavioral modellnél a Process Properties-ba a szimuláció hosszát, Simulation Runtime, ez nektek alapértelmezetten 1000 nanoszekundum, én áttettem 2000-re. Azért, hogy férjen be mind a 16 állapot, igaz, 0, 1, 2, 16, és kezdjen újra számolni 0, 1, 2, 3, vagy két ciklus be fog férni a 2000 nanoszekundum, aki lehet számolni, igaz, hogy 16-szer 50, az mennyi? 16-szer 50, az 900 nanoszekundum, plusz még 100 nanoszekundum a reset, plusz 100 nanoszekundum a clear, az 1100, és akkor 2000-be be fog kiférni két ciklus. És ha ez megvan, akkor le lehet futtatni a szimulációt, jobb click run, megindul a Silinx eSIM komponens, és annyit kell itt, hogy a zoom to full view opciót kéne megnyomni, hogy sűrítse össze, igaz, a képernyővel a teljes szimulációt, sőt, miután ezt a zoom to full view-t megnyomom, akkor még adok zoomot kétszer, megnyomtam a pluszot. Azért igaz, hogy itt nekem a 100 nanoszekundum, 200 nanoszekundum, hogy látszódjon jobban a szimuláció. Az első 100 nanoszekundum, ez a hold reset state for 100 nanoszekundum, igaz, az alatt ilyen piros a Q kimenet, igaz, reset alatt
x-ek, nem tudjuk, hogy mennyi a kimenet. Pont 100 nanoszekundumot tart ez a reset állapot, utána a clear-t egyesre állítom, és 100 nanoszekundumig így tartom. Ez a szimulációban úgy látszik, igaz, hogy 100 nanoszekundumnál a clear az egyesbe kerül, és egészen a 200-as nanoszekundumig a kimenetek zérós értéket vesznek fel, igaz, mert aktív a clear. Akkor 200 nanoszekundumtól arra kezd el számolni ez az áramkör, és itt minden taktusnál le lehet olvasni lentről felfele, igaz, Q3, Q2, Q1, Q0, 0, 0, 0, 1, ez az egyes állap. 0, 0, 1, 0, ez a kettes állap. 0, 0, 1, 1, ez a hármas. Így tovább, 4-es, 5-ös, 6-os, 7-es, 8-as, 9-es, 10-es, 11-es. Itt a tovább tekerem, igaz, itt jön 12, 13, 14, 15-ös. Tehát itt az 1000 nanoszekundum környékén, 975-nél visszaugrik, és kezd zérós lenni megint, igaz? Tehát az 1-1-1 után jön ismét a nullás állapot, és kezdi előről, 1, 2, 3, 4, és számol megint, el tud számolni, nézzétek meg még egyszer, 1-1-1-ig, 1-1-1-1, és utána megint kezdi előről, tehát a világ végéig mind számol. Egy zoom to full view, és akkor látszik a teljes szimuláció. Sikerült mindenkinek lefuttatni a szimulációt? Nekem lefut, de lapos az összes vonal, nem történik semmi. És sárgák? Zöldek, vagy sárgák, vagy pirosak? Sárgák. 1, 2, 3, 4 zöld, és 4 piros. Na, az érdekes. Zoom to full view-t nyomtál? Csak a clock változik. Semmi más. Na, beírtad-e ezeket a clear egyenlő 1, wait for 100 nanoszekundum, clear egyenlő 0? Igen. Oszd meg a képernyőt, talán nézzem meg. Igen. Ki vagy te? Kisgál Dávid. Dávid, jó. Kisgál Dávid presentation. Kitöröltem, és újraírtam ezt, az előbb itt volt, és letettem ide. Mindegy, az nem számít. Azt mondja, hold reset state, aha. Na itt hoppa, menj vissza egy kicsit. Oh, megy. Most megy. Jó, annyi van, hogy hiányzik a reset állapotod neked. Tehát, hogyha ide még visszamész a szimulációba, a kommentet meghagytad, hogy hold reset state for 100 nanoszekundum, de ide még bemásolhatsz egy wait for 100 nanoszekundumot. Tehát ide a begin után van, hogy hold reset state for 100 nanoszekundum. Lenne. Itt. Ja. Aki van kommentálva. Igen, de az nem csinál semmit, igaz? Hogyha ott lenne egy wait for 100 nanoszekundum, az lenne az utasítás, amivel várnál 100 nanoszekundum. Jaj, értem. Oké, ez így akkor rendben van, azt jelenti. Más mindenkinek megy? Én még megkérdeznem, hogy ezt a... Hol állítottuk át, hogy legyen 2000 nanoszekundum? Itt a Simulate Behavioral modellnél, Process Properties és a Simulation Runtime. Oké, látod? Egy pillanat.
Jó, megvan. Hát jobb klik, process properties, és simulation runtime. Jó, én bezártam közben a szimulációt. Hát megvolna, igaz, a második feladatunk is. Tehát van egy órajelünk, és van egy 4 bites bináris számlálónk, amit leszimuláltunk, és helyesen működik. Most következne a hármas feladat, egy 7 szegmenses dekódoló VHDL modult tervezni. Ez is le van írva itt a dokumentációban. Ez lenne igaz egy ilyen 7 szegmenses kijelző, és a neki megfelelő A, B, C, D, E, F, G és DP szegmensek, ezeket kellene megvezérelje ez a 7 szegmenses dekódoló modul. Bemenetni kell kapjon A, B, C, D, az 4 bittet, egy bináris számot, és akkor egy 8 bitből álló vektort akarunk a kimenetre küldeni, hogy megvezéreljük a leddeket, igaz, amik alkotják ezt a 7 szegmenses kijelző modult. Na most akkor megint vissza kéne menjünk egy kicsit a táblához. Jó, itt látom, hogy a nap egy kicsit besüt, pont ide a hex diszpléhez süt be. El fogom húzni a sötétítőt, hogy látszódjon jobban. Jó, ez már majdnem segít. Még egy picit. Szerencse jó idő van kint, de zavarja a vetítést egy picit. Na most a Hex Display-nek neveztem el a kijelző modulunkat. Ez is egy VHDL modul lesz, tehát file new source-szal létrehozhatjátok. A bemenetek, ezek az A, B, C és D bemenetek, ezen a 4 bitten egy bináris számot fog kapni a Hex Display, tehát a dekódoló áramkör, és a bemenet függvényében a kimenet az egy 8 elemű tömb lesz, ez a szegmens tömb. Szeg nevet adtam neki. Ez egy adatbusz lesz, tehát amikor létrehozzátok, ki kell azt pipálni, hogy ez egy adatbusz, és meg kell adni az MSB, illetve az LSB értékét. Az MSB az 7, az LSB 0, innen fogja tudni majd a Xilinx, hogy egy 8 elemű tömbet kell definiálni. És fel is rajzoltam ezt a szegmens tömböt, igaz? Itt van 0-os, 1-es, 2-es, 3-as, 4-es, 5-ös, 6-os és 7-es eleme. A 7 szegmenses kijelzőnek az A, B, C, D, E, F, G és DP vezérlő bitjeit teszem bele. Úgyhogy a legnagyobb helyértékhez, a 7-eshez teszem az A. Utána következik a 6-os elem a B, C, D, E, F, G, és a legkisebb helyérték, a zérós helyérték a DP. Ez idáig érthető, világos? Igen. Jó. Na most egy ilyen 7 szegmenses dekódolót ti tanultatok Lefkovics tanárúrral, első szemeszterben, igaz, egy BCD 7 szegmenses dekódolót, amelyik, ha visszatérünk ide a PDF-re, ő 0-tól 9-ig tudta kijelölni a binárisan kódolt decimális számokat. Mi ennél egy kicsit mondjuk előre haladottabb
áramkört fogunk tervezni. Mi egy ilyen hexadecimális displayt, vagy hexadecimális dekódert akarunk készíteni, ezért is adtam hex display nevet neki. Tehát ki fogjuk írni még az A, B, C, D, E és F karaktereket is, azzal a csellel, hogy a B és a C az kisbetűk lesznek, mert nagy B az ugyanolyan lenne, mint a 8-as, és a nagy D ugyanolyan lenne, mint a 0-os. Na most már, valahogy így akarjuk megjeleníteni ezeket a számokat, igaz? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, de nincsen feltüntetve az A, B, C, D betű, de azokat el tudjátok ti képzelni. Az áramkörünk, hogyha megnézzük ennek a Digilent Basis 2-esnek a dokumentációját, ezen a linken van, amit megosztottam a PDF-be, ez a Basis 2 reference manuál, ebbe le van írva, hogy hogyan vannak bekötve ezek a kijelzők. Ez a rajz kellene, egy picit vizsgáljuk meg. Itt van a jobb alsó részben, igaz, 4 darab 7-szegmenses kijelző. Hogyha a kamera elé teszem a kijelzőket, igaz, itt látszik, hogy itt vannak a kijelzők, 4 darab. A kapcsolási rajzból azt veszük észre, hogy a 3,3 voltos tápot egy-egy tranzisztoron keresztül kapják ezek az áramkörök. Itt megnagyítom, igaz? És anód 0, anód 1, anód 2, anód 3 nevű jeleket kapják. Hát közös anódú kapcsolásmódban vannak bekötve a kijelzőnek a ledjei. Mindegyik szegmens egy fénykibocsátó dióda, egy led. Diódákat tanultatok Pap Sándor tanárúrral analóg elektronikából, igaz? Na most egy ilyen lednek az anódjára plusz 3,3 voltot kötünk, és a CA, CB, CC, CD, CE, CF, CG és DP, ezek a C betű az a katódot jelenti. Katód A, katód B, katód C, katód D, katód E, katód F, és katód G. Tehát a vezérlő biteket a katódba adjuk. Ez azt jelenti, hogy közös anódú kapcsolásmódban dolgozunk, hogyha megnézitek a tavalyi kódátalakítók gyakorlatot. Ebben van erre példa. Hát itt így nézett ki a kijelző. A leddeknek, igaz, az anódjai össze vannak kötve, és itt plusz 5 voltra voltak kötve, az FPGA esetében 3,3 voltos a táp, és a katódba adtuk az ABCD, EFG és DP vezérlő bitteket. Ez azt jelenti, hogy ilyen fordított logikát kell használjak. Tehát ha azt szeretném, hogy világítson például itt az A szegmens, akkor zérost kell neki adjak vezérlő bitként. Ha azt akarom, hogy a B világítson, akkor arra kell zérost adjak. Amelyik LED világít, az nullást kap, amelyik LED nem világít, az egyest kap. Például, ha ki akarnám írni az zérost, igaz, akkor ez a G LED, ez nem kell világítson, az A, B, C, D, E és F az kellene világítson. Tehát a G-re adunk egyest, és az összes többire zérost. Ha egyest akarnák kiírni, igaz, akkor ez a B és a C kellene világítson. Ezekre adnánk zérost, az összes többire egyest. Igaz, és az alsó rajz alapján ti felrajzolhatjátok mind a 16 lehetséges kombinációt és a 16 szimbólumot, ami meg kell jelenjen. És valójában én ezt csináltam a Hex Display áramkörömön. Hát létrehoztam ezt a VHDL modult, aminek A, B, C, D a bemeneti portjai, és ez a szegmens 8 elemű tömb a kimenete. Egy segédváltozóba, egy 4 elemű segédváltozóba betettem az A, B, C, D bitteket, ügyelve arra, hogy az A a legkisebb helyértékre, a vál 0-ba kerüljön, és a D a vál 3-ba.
És utána egy kész utasításba, úgy mint a multiplexereknél, csak több ága van, kiértékeltem ennek a vál segédváltozónak a tartalmát. Hogyha zérós igaz ez a vál, akkor ki kéne írjak egy zérost, azt beszéltük igaz, hogy mindegyik szegmens kell égjen, csak a G nem, illetve a DP az se kell égjen, tehát a G és a DP az egyest kapott, és itt az első A, B, C, D, E, F érték, A, B, C, D, E, F érték, a zérost kapott, tehát az áramkörünknek csak ez a G és ez a DP pontja, a decimál pontja nem villog, a többi világít. Ugyanezt végig csináltam például az egyesnél, a B és a C kell világítson. Igaz, a B és a C, az a kettő kapott zérost. A B és a C, az összes többi egyes. Így tovább az egészet leprogramoztam. A legutolsó sornál, a when others-nál, melyik fog világítani, melyik szegmens. Az, amelyiknek zérust adtam, igaz, a legutolsó, az a DP. Tehát, hogyha valamilyen gond van a bemeneten, és nem 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 vagy 15 van a bemeneten, akkor fog világítani a DP, és az összes többi LED kialszik. A teljes program igaz, mivel itt van egy ilyen kész utasítás egy processbe, van definiálva, annak van egy beginje, egy endje, körülbelül ennyi ez a dekódoló, ide is kell ez az unsigned, meg az aritmetikai library. X-Displayből top modult készítek, és futtatom a szintézist. Sikerült követni? Követni, igen. Oké, akkor várunk egy picit, hogy tudjátok elkészíteni. Jó, esetleg amíg elkészítitek, addig én feltöltöm, létrehozom az UCF állományt. Igaz, itt a Create Timing Constraints-el. Nekem már itt megvan. És megmutatom azt, hogy az UCF állományból a 7 szegmenses kijelző az itt van, pin assignment for display CTL controller, igaz? Connected to basis 2 onboard 7 segment display. Itt van az A, B, C, D, E, F, G és a DP szegmens. Illetve a bemenetekre oda 4 kapcsolót fogok tenni, ezeket a switcheket. Itt van, látjátok a 7 szegmenses kijelzőnek az összes értéke. A 7-est kötöm az A-ra, a 0-os szegmenset azt a DP-re, tehát hogy a helyértékeket megtartsam úgy, ahogy ott a táblánál mutattam, és az ABCD, az a switch 0-ra kerül az A, switch 3-ra a D, akkor ez a hex display azt mondjuk, hogy Configure Target Device, csináljuk meg a programozó állományt, és töltsük fel az FPG áramkörből, tudjam megmutatni, hogy hogyan működik.
Oké, indul a Sinix Impact. Boundary Scan, Initialize Chain. Adjunk konfigurációs állományt neki. Digitális elektronika, órajel és hex display. A flash memóriában nem teszünk semmit, és akkor program succeeded. Jó, erre az impactra már nincs szükségünk. És akkor itt lesz az áramkörön, igaz, megjelent már egy nullás mindegyik kijelzőn. Akkor innen azt mondja, hogy tudok adni neki egyest, kettest, hármast, kapcsolgatom a négy kapcsolót, négyes, ötös, számolok szépen binárisan, hat, hét, nyolc, kilenc, tíz, tizenegy, hoppá, valami nem jó, 10 az A, de igen, 11 az a B, 12 az a C, D, E és F. Láttátok? Igen. Igen. Működik a 7 szegmenses kijelzőnk is. Jó, szóljatok, hogy működik nektek, nem működik, sikerült-e szintetizálni. Van valaki, aki lemarad? Ez miket kell betenni use-ba? Ugyanazokat? Nem értettem. Use-ba miket kell betenni? Az UCF állományba? Nem, ide a hex display-be. Hogy működjön, mert ad pár hibát, és szerintem azért, mert nem használok. Ugyanazt a két unsigned és aritmetikait. Ha már ide, azon gondolkozok, hogy ide lehet, hogy nem is kell ebbe, mert nem adunk össze semmit. Talán szintetizáljuk le így. Azt hiszem, hogy nem kellenek. STD Logicot vettünk. Tehát nem használunk összeadást, nem kellenek ezek feltétlenül. Ezeket nyugodtan ki lehet kommentelni. Látjátok, úgy is megy nálam. Csak ott kell ezeket az unsigned-ot használni, igaz, ahol ilyent használunk, hogy temp egyenlő, temp plusz egy, igaz. Vagy egy összeadást el kell valahogy végezzen, vagy ahol még mi volt itt, hogy volt, hogy unsigned-nak deklaráltuk ezt a tömböt, és itt is volt clock count egyenlő clock count plusz egy. A hex display-nél oda nem szükséges. Még vannak hibák? Hozd meg esetleg a képernyőt, vagy olvasd el a hibát. Most szintetizálom. Hát ezt megosztom, mert nem tudom, hogy mi ez. Vagy csak olvassam? Olvasd el, és lehet, hogy rájövök így, hogyha nem, akkor megnézem. Port segments of top entity hex display is not constrained. Ez a szintézisné? Igen. Na, mutasd meg, mert nem látom. Itt, amikor beteszed a válba őket, igaz, akkor mindegyiket beteszed? A, B, C, D-t is? A, B, C, D-t, igen. És a processbe is fel van sorolva mind a négy. Igen. Akkor nem tudom így első ránézésre, hogy mi a hiba, de lássuk, megnézzük. Tehát kis Gál Dávid.
Azt mondja, hogy mit mond? Port segments of top entity is not constrained. Mennyi felfele, ahol van az entitás része ennek? Itt a baj, nézd meg, hogy STD logic vector, de nem adtad meg, hogy 7 down to 0. A szegmensed. Nem tudja a méretét, igaz? Jó, most megy. Oké. És ez a 7 down to zero, ez megadja a mértét, és hogy az eseteket tudjuk beletenni, vagy hogy működik? Ha megadja a méretét, igaz, mert 8 eleme van, és megadja azt, hogy a 7-es az a legnagyobb helyérték, és a 0-os a legkisebb helyérték. Igen. Tehát amikor én itt megadom, hogy szegmens legyen 0, 0, 0 és 1, 1, akkor igaz, ez kerül be a 7-es elembe, ez kerül be a 0-os elembe. Igen. Van, aki fordítva használja, például ha igaz, az arabokra gondolunk, ők fordítva írnak, balról jobbra. És akkor nehéz lenne... Nem balról jobbra, jobbról balra. És akkor azok megfordítják ezeket a tömböket. Többieknek működik? Igen. Oké, na akkor ha ez megvan, akkor tovább lépünk egyel. Az volt itt a négyes feladat, hogy Schematic Editor segítségével kössétek össze a megvalósított órajel generátor modult, számlálót és a 7 szegmenses dekódoló modult. A dekódoló kimeneteit pedig vezessétek ki a 7 szegmenses kijelzőt. Utána majd az ötös az lesz, hogy ugyanezt a feladatot VHDL-be strukturális leírás móddal is valósítsuk meg. Na most a mindegyik modult, igaz, amit megépítettünk, mindegyik modul esetében szimbólumot kell készítsünk itt a Design Utilities Create Schematic szimból segítségével. Ezt le kell futtatni az órajelre is, a számlálóra is, és a hex displayre is. És akkor létre kell hozni egy új forráskódot, New Source Schematic. Én azt a nevet adtam, hogy számláló schematic. És meg is rajzoltam, mutatom, hogy ti is mit kell megrajzoljatok. Az itt a szimbólumok között megtaláljátok a három modult. Akkor itt egy picit megnagyítsuk, hogy jobban látszódjon. Hát összekötöttem a három modult, és pedig lenne az órajel modul fogja adni a clock bemenetét a számlálónak. Igaz, az órajel modulnak a clock inje az majd a master clockra kerül, 50 MHz-re, és ide elő fogja állítani az 1 Hz-es órajelet. A resetet egy kapcsolóra kötjük, a clear-t is egy kapcsolóra kötjük, a számláló szépen az 1 Hz-es órajelre fog számolni, és a számláló 4 kimeneti bitje meghajtja a hex display-t, igaz? Az képezi a hex display-nek a bemeneteit, A, B, C, D-t kell ügyelni a helyértékekre, igaz? A Q0 az az A, Q3 lesz a D, és a hex display kimeneteit egy IO markerrel ezekre a 7 szegmenses kijelzőnek a ledjeire kötjük. Arra kell ügyelni, hogy itt mikor a nevét átírjátok, akkor ez a 7.2.0 ez maradjon meg, mert ebből látszik az, hogy ez a szegmens egy adatbusz, nem egy egyszerű bit típusú változó. Tehát meg kell rajzoljátok ezt a kapcsolási rajzot. Ha ez a kapcsolási rajz megvan, akkor ő lesz majd a top modul, és
lehet őt is szintetizálni. Én fel fogom tölteni az FPG áramkörre, de miután megmutatom, hogy készítettem neki egy UCF-et is. Az UCF-be betettem igaz a 7 szegmenses kijelzőnek megfelelő értékeket. A clock-inre a master clock-ot és a reset, illetve a clear-re a 6-os és a 7-es switch-eket. És configure target device-szal feltöltöm. Mindjárt kell induljon a Sealing Impact, és akkor nem kell én kapcsolgassam a kapcsolókat, hanem 1 Hz-es órajellel szépen végig fog számolni 0-tól 15-ig mindegyik értéken, és ki fogja jelezni a kijelzőn. Számláló szkematik, ezt kell feltöltsük. Megvan. Jó, és akkor megállítom egy picit a screen sharinget. Lássátok ti nagyobbal. Tehát itt van az áramkörünk, és akkor azt hiszem ez a 7-es. Igaz, elengedtem az órajelet, ha megállítom, akkor itt bármelyik állapotban meg tudom állítani, illetve a másikkal resetelni tudom az áramkört bármikor. Igaz, megnyomom a resetet, és nulláról indul, és akkor most végighagyom, hogy számoljon végig F-ig. Az F után kezdődik zéróról a számlálás. Tehát ezt kellene csinálja. Ez az áramkör számol 4 bitten. Szépen binárisan, és ezzel a hexa szimbólum kijelző dekódolóval, ezzel a hex display-el kiíratjuk a megfelelő értéket. Tehát ez lesz az az áramkör, amit ti meg kell rajzoljatok, illetve házi feladatnak marad, mennyi most 1 óra 58, hogy kezdtük mi 12, fél egykor, igaz, akkor fél kettőig, vagy 12, 1:20-ig kellene, nem 1:20-ig, 2:20-ig tartson a laborunk. Tehát van egy kicsi időtök, hogy még esetleg ezt megrajzoljátok, hogyha valami gond van, akkor kérdezhettek, és ugyanezt az áramkört el kell készítsétek VHDL nyelvben strukturális leírásmóddal. Hát valójában ez a 3 egység, ez 3 unit lesz, ezek meg vannak írva, és egy portmap hívással kell őket meghívni. Kell valami segédváltozó ide, hogy az órajelet átadjuk, illetve hogy a Q0, Q1, Q2 és Q3 értékeket át tudjátok adni egyik modultól a másiknak. A VADL modulnak pont ezek lesznek a bemenetei, amik itteni jó markerek. Tehát reset, clock-in, clear, és ez a szegmens, erre ügyeljetek, hogy ez adott busz kell legyen, úgy, mint a 7 szegmenses kijelzőnél. Illetve létre fogom hozni itt a Google Classroom-ba a házi feladatot, hogy tudjátok feltölteni. Vagytok a C csoport, szántek 1C, igaz?
B csoport. Vagy B vagytok? Csak egy picit hallásuk itt a Google Classroom, erre van. Google Classroom. Számtek 1, B, igen. Ezek vagytok ti people, igen. Jó. Ide meg tudom veletek osztani ezt a PDF-et is. Nézzük meg, hol van a... Ez. Jó, és akkor itt a classwork-nál azt mondjuk, hogy egy új ilyen házi feladatot adunk. Milyen határidőt tegyünk itt, tudom én, április 2. Most akkor várom, hogy küldjétek el. Ide felkerült ez az órajeles dolog. Most itt majd aztán meglátjátok, hogy miután ellenőrzöm, majd megjelennek az értékelések is. Jó, tehát ezzel nagyjából megvolnánk a mai laborral.